Üdvözlöm kell, ismétlen itt hallhattak engemet. Szokás szerint, és az előző téma már lesz tisztára hanyagolva, és azon el lehet gondolkozni, mit is csinálok most én itt a hétvességben. Sétáltatom. Magamat járattatom. És elméletileg az agyamat, kapacitását növelem is. Kívül hagyva, minél többet mozogsz, annál okosabb lesz. Minél többet sportolsz, nem sportolsz, ez már megterhelő. Minimum a napi 2 óra rossz a séta, meg 1 óra futás, meg 4 óra rossz a biciklizés. A biciklizést be lehet pótolni. Egy szobabiciklivel lehet tekerni. Nem nézni annyi filmet, sorozatokat, meg újabb marhaságot, ilyen játékstreameket. És el lehet velük kicsikét. Szokni. Végig nehéz. Tudom, le lehet szokni. Ezekről vackokról. Vacak szokásokról. Mostan én itten gyalogolok, és közben el lehet azon tűnődni, gondolkodni, gondolkodásom, hogy mi is van, amit elsoroltam, elméletileg jobb lesz a testtartás, és meg az izomzat, másrészt is meg lehet szerezni az izmot, jó foglalkozásnak, a pankrátornak állni. Csinálom, mi nem csinálni, és kérdzem magamat. És remélek annak. Tiszta jó sport. Ez nem veszélyes. Nem pedig nem. Ülni egy. Állni folyton egy gyártósorba. És ottan. El lehetsz vele. Ezért kell itt kicsikét. Komolyabb van az agyat. A kapacitást kihasználni és azt csinálni, amit éppenséggel az agy megkíván. Az agy azt akarja, hogy enni akar, vagy pedig nem. Az elme, ahol nőt akar, akkor meg kell adni mindent, amit akarsz. Értve. Mindent, amit akarsz, megvegyen. De nem pedig ilyen filmet, inkább ilyen virtuális világot megteremteni. Ha leülsz egy monitor mellé, ilyen már nem monitorok, ára az drágább, inkább tévé mellé, amit monitorként is fel lehet, tehát fele használni. Használni az olyan szó, más szó is van hozzá, de nehéz találni mást. Fel lehet rajta lenni, vagy nem lenni. Nem is az a lényeges része neki. Az, hogy vagyok, vagy gyönge minősége, nem is látszódik meg a háttér, rengeteg gólya szálogálnak, gyenge a minősége a kameráknak, hogy sem is nem látszódik, hogy a gólyák szálogálnak. És az a rész, az a rész is velem van itten, hogy a rossz hozzáállás. Sok kis vacak, akkor veszek egy-két évig, vagy egy nagy vackot, egy csúcs telefont, mint tisztára vackok, újabb van. Mennyire kameráznak, és nem tudjuk kamerázni, mint egy minimum egy 300 eurós rendes optikai lencsés kamera, nem digitálisra van, hanem több tükör kézzel lehet rá zoomolni, ami most itt van. Szóval megint fog jönni egy vonat, és van ez a videóban, lehet tippelni, hogy személyszállító lesz, vagy tehervonat.
Úgy hallom, hogy ez is egy tehervonat. És akármilyen kínai. Csína sipi. Látszik a kínaiak. Megy vissza. Kínaiak meghozzák. Tengeren is felviszik Magyarországra. Nem látjuk meg a gazdaság. Ennyi lett volna. Én egy konténeres rész neki. És akkor itt látszik, hogy mit is művelnek a kínaiak. Már is sok ilyen elektrotechnikai dolgokat gyártanak Európában, meg főleg ilyen fényfeldolgozással. Szórakoznak. Meg gumigyártásával. Még abszolút nem érik annyira meg. És ez a normál gyártási rendszerük. És nagyon sokan ebből akarnak elhelyezkedni. Szagolni azt a gumit, nyomni a gombot egy helyben. Most meg fogok nyomni egy gombot, és akkor ott van az anyag, és az anyag feldolgozódik. De 3 darab gomb van. Egyszerűen muszáj minimum 2 gombot megnyomni, nehogy a kezem ott legyen, mert hételen kell gyorsan nyomkodnom a gombokat. Ez a mai modern gyártási rendszer, ha pedig egy kicsit halítasz, és ott állodogálsz mellette 12 vagy 16 óra hosszat. És mindez, hogy erre vagy képes, azért, mert nem gondolkoztál semmikor se. Ha gondolkoztál volna, akkor nem játszottál volna annyit. Nem néztél volna napi szinten filmeket, sorozatokat. Most újabb van az új divat, a játékstreamek. Van ez a Twitch oldalak. Azt nézik, hogy mások hogy. Hogyan játszogatnak, vagy pedig a saját telefonokon indítanak el játékokat. És akkor... És egyszerűen azt kell néznie, nem pedig azon jár az esze, hogy keressen innétől pénzt, hogy senkitől se ne függjön. Inkább nem. És azt csinál, amit gondol. Kb. Már lassan már 23 perccel. Szóval már sétálok. És itt van. A videóból hallatszódik, hogy gondolkodok. Nem pedig len. Olyasmiket nézek, mik virtuálisan vannak. És ha virtuálisan vannak, virtuálisan mindent megkaphatsz, de az nem a valóság. A valóság az, hogy itten sétálok. És körülnézek, milyen hasznot lehet látni. Semmit se, ott van egy mérgező, jó nagy gomba. Nem megyek be, tehát kulancs szezon van. Ezért távol tartom magamat. Kulancsoktól. Megy, közleg lehet látni, hogy mik is van. Látszik, hogy a kukorica ki van kelve, nem kukorica van itt, hanem szójabab. Van már rajtuk már hány darab levél, és mondom, 5 darab
7 darab levél. És akkor, amit megint gondolatmenet. Hogy lebírtok-e szokni a káros szokásaitokról, máshol pokolba is bírtok jutni ez miatt, ez nem vicces. Aki tévét néz, az a pokolba bír jutni. Kinek mi számít pokolnak, mivel rátok, az ilyen régebbi videókból, netán valaki átnézni, hogy mik is vannak fönt, meg tudja rá a választ. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!